A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér. A Vajdasági Magyar Tehetségek munkáját részesítette elismerésben a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács immár 6. alkalommal. A tehetséggálán a Szabadkai Városháza dísztermében a diákokon kívül a tehetségek szolgálatáért a pedagógusokat is elismerésben részesítették. Életműdíjban az idén Boros György képzőművész részesült, aki 24 éve a Népkör Magyar Művelődési Központ képzőművészeti szakosztályának vezetője. Hogyha ezt az egész szakmát és ezt az egész küldetést nem szerettem volna, és nem tekintettem volna életcélomnak, akkor már rég abba hagytam volna. Tehát akkor, amikor én nyugdíjba mentem, megfogadtam, hogy ha van lehetőség, ha van egy lehetőség is, akkor ezt az én pályámat, pedagógiai pályámat a művészi munka mellett folytatni fogom. 3 éves korom óta énekelek, de 7 éves koromtól járok a sulisztára. Országos első miniben, meg nagyban, meg vajdasági első. Hát ez nagy motiváció, hogy folytassam tovább a sportot. A tanács minden évben kiosztja a díjakat, amelyek által tisztelegni óhajt a kitartó munka előtt, amelyet ezek a tehetséges fiatalok és pedagógusok áldoznak azért, hogy eredményeket érjenek el. Összesen 91 jelölés érkezett, tegnap pedig 30 díjat adtak át. A pedagógusokról sem szeretnénk megfeledkezni, ezért tehetségszolgálati díjat adunk át azoknak a pedagógusoknak, akik igazán hivatásuknak tartják a pedagógus pályát, és hitvallásuk az, hogy a tehetséges gyerekeket fel kell karolni. A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács évközben műhelymunkákat szervez, ugyanakkor ösztöndíjat is biztosít. Az ADI ösztöndíjjal a szociálisan hátrányos helyzetű, de tehetséges, kiemelkedő diákokat támogatják.